a hó. A hét asztal ötször napjában egybehangzó elégedetlenségét fejezte ki az idei téli időjárás jellegével. Úgy mondották, rendkívül fogyatékosan teljesíti havasi téli kötelességeit és azokat a meteorológiai gyógymódokat, amelyeknek a vidék jó hírnevét köszönheti, korántsem szolgáltatja abban a mértékben, ahogyan a prospektus ígéri, és a sok éves vendégek már megszokták, és az újoncok is elvárták. Súlyos napfényhiány volt észlelhető, elmaradt a nap sugárzása, ez a fontos gyógyító tényező, melynek segítsége nélkül a felépülés kétségtelenül elhúzódik, akármint vélekedett is Settembrini úr az őszinteségről, amelyel a hegy vendégei gyógyulásukat, és a hazából a síkföldre való visszatérésüket szorgalmazták. Valahogy mindenképpen megkövetelték a jussukat, megkívánták, ami a pénzükért dukál, azért a pénzért, amelyet férjük, szüleik rájuk költenek. Ezért zúgolódtak hát társalgás közben asztalnál, liftben és halban. A felső vezetőség magatartása teljes megértésre vallott, belátták, hogy kötelesek segítséget, kárpótlást nyújtani. Új magaslati napfénysugárzó készüléket szereztek be, mivel a meglevő kettő nem elégítette ki mindazoknak az igényeit, akik elektromos úton óhajtottak barnára sülni. Mert ez jól állt a fiatal lányoknak, asszonyoknak, sőt a férfiaknak is. Horizontális életmódjuk ellenére. Remek, sportszerű, hódító külsővel ruházta fel őket. És ez a látszat valódi gyümölcsöket termett, bár a nők mindenképpen tisztában voltak e férfias külszín technikai, kozmetikus eredetével, butaságukban vagy rafináltságukban annyira áhították az érzékcsalódást, hogy megrészegülten női módra átengedték magukat az illúzióknak. Istenem, Istenem, mondta Frau Schönfeld, egy vöröshajú, vörösszemű berlini hölgy, este halban egy hosszú lábú, horpat mellű lovagnak, aki névjegyén aviateur diplom et insigné de la marine allemandnak, mondta magát, és pneumatorokszal is el volt már látva. Egyébként ebédnél smokingban jelent meg, és este vacsorához levetette ezt az öltözékét, azt állítván, hogy a tengerészetnél ez előírás. Istenem! Istenem! Sohajtott tehát Frau Schönfeld, és szemével csak úgy falta a zászlóst. Milyen gyönyörűen lebarnította a magaslati nap. Úgy fest, mint egy sasvadász, ez az ördöngős fickó. Megállj, te sellő, súgta a fülébe a liftben a zászlós, hogy Frau Schönfelden végig lúd bőrözött az izgalom. Majd meglakolsz az észreszejtő pillantásaidért. És az ördöngős sasvadász az erkélyen át, az üvegválaszfalakat megkerülve, megtalálta az utat a drága kis sellőhöz. Mégis nagy híja volt, hogy a mesterséges magaslati napot elfogadják a hiányzó valódi égi sugárzás kiegyenlítéséül. Havonta két vagy három tiszta, verőfényes nap, akármilyen csodálatosan ragyogott is elő a hullámzó szürkeségből, a vastag kötfüggönyökből,
Mélységes mély, kék bársony éggel a fehér csúcsok mögül, gyémántos szikrázással és élvezetesen, forrón perzselve az ember arcát, tarkóját, két vagy három ilyen nap hosszú hetek során, ez kevés az olyan embereknek, akiket sorsuk rendkívüli vigasz igényekre jogosít. A fentiek lelkükben állandóan valamiféle szerződésre hivatkoztak, amely a síkföldi emberélet örömeiről és bosszúságairól való lemondásért cserébe élettelen, ám de könnyű és élvezetes életet ígért. Valahogy olyan gondtalant, hogy megszűnik benne majd az idő, és minden tekintetben kedvezőt. A tanácsos úron az sem igen segített, ha figyelmeztette vendégeit, hogy a Berghof még ilyen körülmények között sem hasonlítható azért fegyházhoz, vagy szibériai bányához, és ha újra meg újra elmondta, hogy az itteni levegő, amilyen könnyű és ritka, szinte csak a mindenség tiszta étere, amilyen szegény földi anyagokban, jóban és rosszban egyaránt, még napsütés nélkül is milyen előnyöket nyújt a síkföld füstös, bűzös kigőzölgéseivel szemben, valahogy elharapózott a kétségbesés és a tiltakozás, az orv elutazással való fenyegetőzés napirenden volt, és megesett, hogy a fenyegetést valóra is váltották. Olyan intő példák ellenére is, mint Frau Solomon, minapi gyászos visszatérése, esete nem volt súlyos, csak hosszadalmas, de a nyírkos, húzatos, Amsterdamban való önkényes tartózkodása következtében életfogytiglani jelleget öltött. Napsütés helyett azonban megjött a hó, rengeteg hó. Hó olyan tömegével, amihez foghatót Hans Castor még soha életében nem látott. Az előző tél sem mulasztott semmit ezen a téren, de teljesítménye messze elmaradt az idei mögött. Szörnyűséges és mértéktelen volt ez a havazás. Még jobban tudatosította e szféra kalandos, szertelen mi voltát. Havazott nappal és havazott éjjel, hol szállingózva, hol sűrű kavargásban, de megállás nélkül. A néhány járható állapotban tartott út mély útszerűvé vált, két oldalt embernél magasabb hófalak szekték, alabbástrom síkjaik szemcsés, kristályos csillámlása, öröm volt a szemnek. A hegyi vendégek írásra, rajzolásra használták, üzenetek meg tréfák, sőt csípős megjegyzések közvetítésére. De még a falak közt is erősen felmagasodott talajon járt az ember, akármilyen mélyen ellápatolták is a havat, némely lazább helyen volt ez észlelhető, lyukakban, ahol az ember lába hirtelen besüppett. Mélyen, néha térdű, és vigyázni kellett, nehogy az ember egy óvatlan lépésnél a lábát törje. A padok eltűntek, elsüllyedtek, a legfőjebb, ha egy darabka támla látszott ki itt-ott a fehér hósírból. Ha lenne a községben is olyan furcsán eltolódott az útja szintje, hogy a földszinti üzletekből pincehelyiség lett, ahová hólépcsőfokok vezettek le, ha járt a magasságáról. És a mindent beborító tömegekre tovább hullott a hó. Nap-nap után hullott csendesen, mérsékelt hidegben, 10-15 fok volt zérus alatt. A fagy nem hatolt ugyan belőkig, az ember jó formán nem is érezte, épp úgy lehetett volna 5 fok, vagy akár 2. A szélcsend
és a levegő szárassága elvette az élét. Reggel nagyon sötét volt. A csillár holdak mesterséges fényénél reggeliztek a vidám tarkjára festett bolthajtásos étteremben. Kinn a semmi borongott. A világ az ablakhoz toluló szürkés-fehér vattába, hófellegekbe, ködgomolyásba volt vastagon csomagolva. A hegyek láthatatlanná váltak, később ugyan kibukkant valami a legközelebb eső fenyvesből, súlyosan megrakva állt ott, csak hamar ismét elveszett a gomolygásban, egy-egy fenyő itt-ott megszabadult terhétől, porló fehérséget rázott a szürkeségbe. 10 órakor gyengén világító füstfoszlány képében kibukkant a hegy fölé a nap, és bágyat, kísérteties életet, fakó érzékletességet vitt a semmivé vált, fölismerhetetlen tájba, de továbbra is minden úgy maradt. Kísérteties finomságba és sápadtságba oldódva, sehol egy vonal, amelyet a szem határozottan követhetett, megrajzolhatott volna. A csúcsok körvonalai elúsztak, elködlöttek, elfüstölögtek. A bágyatag megvilágításban egymás mögé és fölé emelkedő hófelületek a semmibe vezették az ember pillantását, és végül talán egy megvilágított felhő lebegett füstszerűen, sokáig alakját sem változtatva, egy sziklafal előtt. Déltájban a nap félig meddig áttört, és láthatóan igyekezett a ködöt kékséggé oldani. Kísérlete korán sem járt sikerrel, de néha-néha egy pillanatra mégis fölsejlett az ég kékje, és ez a kevés fény is elegendő volt, hogy a hókaland által furcsa mód elváltozott táj mindenféle gyémántosan felszikrázzék. Ebben az órában többnyire elállt a havazás, talán, hogy áttekintést engedjen az addig elért eredmények fölött. Látszólag ugyanezt a célt szolgálták a nagy ritkán közbeékelt verőfényes napok, amikor a hóförgetek szünnetelt és a váratlanul lezúduló égi tűz megpróbálta felolvasztani a friss hótömegek gyönyörűségesen szűzies felületét. A világ mesebeli, gyerekes és komikus képet nyújtott a vastag, puha, mint egy felrázott vánkosok, a faágakon, aztán a talaj púpjai, melyek alatt kúszó bokor vagy kiugró szikla rejtőzött, az egész táj guggoló, süppet, mulatságosan bebugyolált, álcázott jellege, mindez együttvéve meséskönyvbe illő, nevettető törpevilágot alkotott. A közeli táj, melyben nehezen mozgott az ember, ilyen meseszerű, bohókás hatást tett. A távolabbi háttér ezzel szemben, a behavazott Alpok, egymásra tornyosuló szoborcsoporzata, a fenség és a magasztosság érzelmeit keltette. Tulajdonképpen délutánonként 2 és 4 között Hans Castorp páholy erkélyén feküdt, jól becsomagolva, és fejét kitűnő nyugágya éppen megfelelően, nem túl meredeken, nem túl laposan, beállított támláján pihentetve, a hópárnás korlát fölött elnézte az erdőt, aztán a hegyeket, a fekete-zöld fenyves hó alatt roskadozva kúszott fel a lejtőkön, és a fák között párnás puha volt a havas föld. A fenyves fölött sziklás hegység magaslott a szürkés-fehér égbe,
óriási hó felületeit itt-ott egy-egy sötétebben kiugró szírt szakította meg. Körvonalai finom párába vesztek, csendesen havazott, egyre jobban összefolyt a világ, a tekintet vattás semmibe süppett, és könnyen megtört, álomba fordult. Az átmenet pillanatát borzongás kísérte, de azután már sehol sem esetett tisztább alvás, mint ott, a jeges hidegben, az álmatlanságát, a szerves élet terhének semminő tudatlan érzése nem háborította, mert a ritka, könnyű, pára szegény levegőben a lélegzés épp úgy nem esett nehezére a szervezetnek, mint a halottnak a nem lélegzés. Ébredéskor a hegység már teljesen eltűnt a hófelhőben, csak itt-ott bukkant elő, felváltva egy-egy darabja. A hegyorom, aztán a sziklaszírt, s néhány percre, hogy azután ismét eltűnjék a homályban. Ez a nesztelen kísértett játék rendkívül szórakoztató volt. Erősen kellett figyelni, ha az ember meg akarta lesni a fátyol fantazmagória titkos változásait. A párában szabadon lebegve sziklás hegyi részlet tűnt elő, zordul, fenségesen, sem csúcsa, sem lába nem volt látható. De ha az ember csak egyetlen percre is szem elől tévesztette, már is tova tűnt. Máskor hóvihar támadt, és lehetetlenítette az erkély lugasban való tartózkodást, mert a kavargó fehérség tömegestül betódult, és bútort, padlót, mindent vastagon beborított. Bizony, vihar is tudott lenni ebben a védett, magas fekvésű völgyben. A könnyű atmoszféra felzúdult, hogy betöltse a pelyhek nyüzsgését, hogy az ember talán már az óráig sem látott. Fullasztó erejű szélrohamok terelték, dobálták vadul a hótömegeket, hol oldalvást, hol lentről felfelé, a völgy katlamból fel a levegőjégbe, vattáncban sodorva, már nem is havazás volt ez, hanem fehér sötétség káosza, szörnyű garázdaság, a mérsékelten túllépő égő tüneményes kicsapongása, melyben legfeljebb a hirtelen csapatostól megjelenő havasi pinty mozoghatott otthonosan. Hans Castorp mégis kedvelte ezt a havas életet. Sokban hasonlónak érezte a tengerpartihoz. Mindkettőt egyaránt a természeti kép ősi egyhangúsága jellemezte. A hó, a mély, a laza, a makulátlan porhó idefen ugyanazt a szerepet játszotta, mint odalen a sárgás-fehér föveny. Mindkettő érintése egyformán tiszta volt, az ember épp oly nyomtalanul rázta le ruhájáról, cipőjéről a fagyott, száraz fehérséget, mint odalen a tengerfenék mocsoktalan kő meg kagylóporát. És egyformán fárasztó volt a vándorlás a hóban, meg a homokdűnákon, ha ugyan nem olvadt meg a hó felülete a nappali verőfényben, és fagyott keményre éjjelen át. Mert persze olyankor könnyebb és kellemesebb járás esett rajta, mint a parketten. Épp oly kellemes és könnyű, mint a hullámok nedvesítette síma, kemény, rugalmas fövénysávon a tenger szegélyén. Csak hogy abban az esztendőben olyan hótömegek hullottak és feküdtek mindenütt, hogy a szabadban való mozgás lehetőségeit erősen megszorították mindenki számára, persze kivéve a sízőjéket. A hólyekék buzgón dolgoztak, de csak nagy nehezen sikerült úgy, ahogy.
szabaddá tenniük a gyógyhely főutcáját, meg a leghasználatosabb ösvényeit. A kevés számú úton, amely egy darabon járható volt, csak hamar járhatatlanságba torkolt, csak úgy nyüzsögtek, egészségesek és betegek, pensülöttek és nemzetközi hotellakok, a sétálóknak minduntalan neki szaladtak a ródlizók, urak és hölgyek hátradőlve, lábbal előre, hangos kurjongatással, melynek hangján érződött, mennyire áthatja őket vállalkozásuk fontossága. Száguldottak le gyerekszánkáikon, csúszkálva, billegve a lejtőkön, hogy leérkezve, madzagjánál fogva, újra felvontassák divatos játékszerüket, a kaptató. Hans Castor túlontúl megelégelte már ezeket a sétákat. Csak kettőt kívánt. Erősebbik kívánsága az volt, hogy egyedül maradhasson gondolataival, meg uralkodói gondjaival. És ennek a kívánságának páholy erkéje, ha felületesen is, eleget tett volna. De a másik kívánsága azonban, az előbbivel párosulva az volt, hogy meghittebb s szabadabb kapcsolatra lépjen a hósivataggá változtatott hegyvidékkel, amelyet bensőségesen megszeretett. És ez a kívánsága nem teljesülhetett, amíg felszerszámozatlan és szárnyatlan gyalogos volt az, akinek keblében élt. Mert ez a gyalogos azon nyomban vállig süppett volna az ős elembe, ha megpróbál a tisztára lapátolt közlekedési ösvények mindenütt gyorsan elérhető végén túl előre nyomulni. Hans Castorp tehát e második fenn töltött telének egyik napján elhatározta, hogy egy sílécet vásárol, és megtanul vele bánni. Már amennyire egyéni szükségletei megkövetelik. Nem volt ugyan sportember, megfelelő testi hajlamok hiány sohasem volt az, és nem is játszotta meg, mintha az volna. Mint a Berghoff némelyik vendége, aki a helyi szellem és a divat kedvéért nyeglén majomkodva annak átszázta magát. Kivált fehér személyek voltak ezek. A példán a kokáért Hermine Kléfeld, aki, noha a légzési nehézségek állandóan kékre festették ajkát meg orrahegyét, ebédhez szívesen jelent meg gyapjú nadrágosan, és étkezés után szétvetett érdekkel idétlenül tehénkedett a hal egyik fonott karosszékében. Ha Hans Castorp, Behrens tanácsos úr hozzájárulását kéri kicsapongó szándékához, feltétlenül elutasító választ kapott volna. A fentiek közösségét a Berghof szanatóriumban csak úgy, mint minden más hasonló intézményben, szigorúan eltiltották minden nemű sporttevékenységtől, a látszólag oly könnyen belélegezhető atmoszféra amúgy is erősen igénybe vette a szívizmokat, és ami Hans Castorpot illeti személy szerint, továbbra is teljes érvényben volt az a találó megjegyzése, hogy az ember megszokja, hogy nem szokja meg. És továbbra is makacsul tartott hőemelkedési hajlama, amelyet Radamantis egy felpuhult gócnak tulajdonított. Másképp ugyan mit is keresett volna idefenn? Kívánsága és szándéka tehát megengedhetetlen volt, ellentmondott a törvényeknek. Csak hogy
Csak hogy helyesen kellett értelmezni szándékát. Mert nem a becsvágy sarkalta, hogy versenyre keljen a szabadtéri piperkőcökkel, meg a divat sportolókkal, akik, ha történetesen az a divatos jelszó, épp olyan buzgalommal űzték volna a kártyázást a dohánybűző szobában. Nem, nem és nem. Ő mindenképpen egy másik, kötöttebb közösséghez tartozónak érezte magát, nem a fenti turisták léha népségéhez. És új, tágabb szemszögből valami elidegenítő méltóság és mérséklő kötelességtudat alapján úgy érezte, nem az ő dolga, hogy felszínesen mulatozzék, mint amazok, és a hóban hempergőzzék, mint a bolond. Nem szándékozott kirúgni a hámból, eleve fékezni akarta magát, és amit tervelt, azt Radamantis bizvást megengedhette volna. Mivel azonban a házi rend kedvéért mégis megtiltaná, Hans Castor így elhatározta, hogy a tanácsos úr háta mögött cselekszik. Alkalomattán megemlítette szándékát Settembrini úrnak. Settembrini pedig majd a nyakába borult örömében. Tegye meg, mérnök úr, az Istenre kérem, feltétlenül tegye meg. Ne kérdezzen senkit, csak tegye meg, egyszerűen tegye meg. Az őrangyala sugalmazta ezt. Tegye meg rögtön, mielőtt lelohad a kedve. Elmegyek magával, elkísérem a boltba, és abban a helyben megvásároljuk együtt az áldott szerszámokat. Tudja, hegyekbe is elkísérném, szállnék magával. Szárnyos cipő a lábamon, mint Merkúriusnak. De hát nem szabad, nem szabad. Mit, hogy nem szabad? Megtenni, ha csak a nem szabad állna utamba. De hiába, nem tudom, nem bírom megtenni. Elveszett ember vagyok. De maga ellenben, magának nem fog ártani. Egy cseppet sem, és ha észszerűen viselkedik, és nem esik túlzásba. Ugyan, és még ha ártana is egy kicsikét, akkor is az őrző angyala volt az, aki... De nem is folytatom. Ó, mi kitűnő terv! Két esztendeje van itt, és még ilyen ötletekre képes? Nem, nem. A magja épp. Nem szabad magában kételkedni. Bravo, bravo! Szamárfület mutat az árnyék fejedelemnek odafenn. Megveszi a léteket, elküldeti hozzám, vagy mondjuk Lukacsekhoz, vagy a fűszerszám árushoz, ott a házunk földszintje. Aztán oda jön érte, hogy gyakoroljon. És vígan tova siklik majd. Pontosan így is történt. Settembrini úr felügyelete mellett megjátszotta a bíráló szakértőt, holott nem is konyított a sporthoz, Hans Castorp a főutca egyik szaküzletében vásárolt egy pár világos barnára pácolt, elől hegyesen felhajló, takaros kis sílécet, kitűnő körisfából és pompás bőrszíjazattal. Megvette a hozzátartozó karikás, vashegyi botokat is, és ragaszkodott hozzá, hogy mindezt maga vigye el a vállán Settembrini tanyájáig, ahol is a szatócsal csak hamar megállapodtak a szerszámok tárolása felől. Hans Castorpot a hosszas megfigyelés már valamelyest megtanította a sílécek használatára,
Így hát a maga szakállára kezdett rajtuk botladozni, a gyakorló réteg nyüzsgésétől távol, egy csak nem teljesen fátlan lejtőn. Biztos, ami biztos. Persze nem messze, a Berghof szanatóriumtól, egyszer másszor Settembrini úr is megjelent, és némi távolságból figyelte próbálkozásait, botjára támaszkodva, lábát kecsesen keresztbe téve, a haladás és ügyesedés jeleit bravo kiáltásokkal üdvözölte. Még abból sem lett baj, amikor Hans Kastorp egyszer a faluba levezető, tisztára lapátolt kanyarban, útban, hogy lécét visszavigye a Szatócshoz, Bérez tanácsos úrral találkozott. Bérez nem ismerte meg, noha fényes délben történt az eset, és a kezdősportoló csak nem beléje ütközött. A tanácsos úr szivarfüst fellegbe burkolózva egyszerűen eltapogott mellette. Hans Kastorp tapasztalta, hogy az ember gyorsan beletanul abba, aminek belsőleg szükségét érzi. Nem tartott igényt virtuóz szaktudásra. Amire szüksége volt, néhány nap alatt elsajátította, verejtékezés és kifulladás nélkül. Gondosan ügyelt, hogy a két lábát szépen egymás mellett tartsa, és párhuzamos nyomokat írjon a hóba. Kipróbált azt is, hogy hogyan kormányozza magát lesiklásnál a botjával. Megtanulta, hogyan kell kiterjesztett karral átlendülni kisebb akadályokon. A terepcsekély hullámzásain. Emelkedve, meg süllyedve, mint hajó a viharos tengeren. És a 20. kísérlet után már nem bukott fel, amikor teljes sebességből tele marokkal fékezett, egyik lábát előre tolva, a másikat pedig térdben meghajlítva. Fokozatosan és óvatosan tágította gyakorlatozása színhelyét. És egy napon eltűnt Settembrini úr szeme elől a fehéres ködben. Settembrini úr még néhány intőszót kiáltott utána, tölcsét formáló kezén át, és azután pedagógus lelke mélyéig kielégülve hazaballagott. Szép volt a téli hegység, nem enyhén és barátságosan volt szép, hanem úgy, mint az északi tenger vadona erős nyugati szélben, csak éppen mennydörgő robajlás nélkül, síri csendben, de hasonló áhítatos tiszteletet keltő. Hans Kastorpot mindenfelé elvitték hosszú, hajlékony fatalpai. A völgy baloldali hajlatán végig Kladavel felé, vagy jobbra, Frauenkirchen és Glarizon túl, ahol az Amselfu hegység árnyéka kísértett a ködben. Aztán elment a Disma völgybe is, vagy a Berghof mögött indult el az erdős Zihorn irányába, melynek csak havas csúcsa magaslott a fahatár fölé, meg a Drúzacsba, az erdőbe, amely mögött a vastagon behavazott Rétikon hegylánc sápat sziluettje fehér lett. Máskor felütette magát a meredek kötélpályán a Schatzalpra, és ott 2000 méter magasságban csúszkált, kedélyesen a csillámló porhóval borított lankákon, ahonnét kedvező időjárásban tágas, fenséges kilátás nyílt kalandjai színhelyére. Örült újonnan elsajátított tudományának. A hozzáférhetetlen is hozzáférhetővé vált, és az akadályok jóformán megsemmisültek előtte.
az áhított magányt is megszerezte, az elképzelhető legteljesebb magányt, amely a szívben már az elzárkózó idegenség és a bírálat húrjait érintette meg. Eljutott például egy helyre, ahol egyik oldalán fenyőkkel benőtt meredély zuhant és veszett a havasködbe, másik oldalán pedig sziklás, kaptató magaslott, barlangokat meg odúkat képező, félelmetes, óriási, domborodó, púposodó hótömegekkel. Ha mozdulatlanul megállt, hogy maga magát ne hallja, föltétlen és tökéletes volt a csend, a vattázott neztelenség, amilyent sohasem látott még, sohasem tapasztalt, amilyen másutt nem is fordul elő. Szellősebb rebbent, amely a fák ágait halkan megmozdította volna, patak sem csobogott, és madárfügy sem hangzott. Az ős hallgatást leste meg Hans Castorp, amikor ott állt, botjára támaszkodva, fejét kicsit félrehajtva, nyitott szájjal. És a csendben, mesztelenül, megállás nélkül csak hullott a hó, egyenletesen zuhogott alá, hangtalanul. Nem volt barátságos ez a világ, a feneketlen hallgatásában a látogatót úgyszólván csak a maga veszélyére és felelősségére engedte oda, de nem fogadta be, és nem is fogadta el, csupán eltűrte behatolását és jelenlétét, de azt is nyugtalanító módon, semmiért sem jót állva. Csendesen, fenyegetően elemi voltában nem is ellenségesnek érződött, hanem inkább közömbösen halált hozónak. Mert persze a civilizáció gyermeke, aki születésétől fogva, idegenül, távol áll a fékezetlen természettől, sokkal inkább érzi nagyságát, mint a természet edzett fia, aki zsengekorától fogva rá van utalva, és valahogy kiábrándító, de ugyanakkor bizalmas viszonyban él vele. Emez aligha ismeri az áhítatos megilletődést, amellyel amaz, szemöldökét felvonva elébe lép, és amely alapvetően meghatározza a természethez fűződő érzelmi viszonyát, állandó vallásos megrendülést, félénk izgalmat táplálva a lelkében. Hans Castor hosszú ujjas teveszőr mellényében, lábszár tekerőjével és a drága sílécével tulajdonképpen vakmerőn tolakodónak érezte magát, hogy meglesi az ős csendet, a halálosan nesztelen téli vadon roppantul megkönnyebbült, amikor hazafelé tartva a köt fájt lakon át felbukkant az első emberi lakóhely, és ez a hirtelen támadó megkönnyebbülés, ez ébresztette csak igazán tudatára előző állapotának, és mutatta meg neki, hogy órákon át titkos, áhítatos rémület uralkodott lelke mélyén, Zilt szigetén annak idején fehér nadrágosan, biztosan előkelőn és tisztelettudón állt a parton, a hullámtörés szélén, mint az oroszlán ketrec előtt, ahol a rács mögött a félelmes fenevattátjel szakadék mélységű torkát és iszonyú fogsorát. Azután megfürdött, míg a parti őr kicsiny tülökkel kürtölte ki a figyelmeztetést azoknak, akik vakmerően megpróbálták legyőzni az első hullámokat, vagy túlságosan közel férkőzni a közeledő viharzáshoz.
A partnak zúduló víztömegek utolsó nekifutása is úgy érte az ember tarkóját, mint a ragadozó vadállat mancsának csapása. Ott tapasztalta a fiatalember, milyen fölemelő boldogság a könnyed szerelmi érintkezés olyan hatalmakkal, amelyeknek teljes ölelése megsemmisítené a földi halandót. Amit azonban eddig nem ismert, az az a vágy volt, hogy ezt a lelkesítő érintkezést a halálos természettel odáig fokozza, hogy már a teljes ölelés fenyegesse, mint gyenge, noha a civilizáció eszközeivel valamelyest fölfegyverzett halandó, olyan messzire merészkedjék a félelmetesbe, vagy legalábbis olyan sokáig ne meneküljön el előle. Míg a kapcsolat már-már a válságos területén mozog, és alig-alig lehet önként határt szabni neki, míg már nem tajték szegéről és fenevad mancsának könnyed csapásáról van szó, hanem bizony hullámokról, torokról és a tenger örvényéről. Nos, egy szó mint száz, Hans Castorp bátorságra kapott idefen, ha az elemekkel szemben tanúsított bátorságon nem józan és nem tompa közömbösséget értünk, hanem tudatos odaadást, szimpátiával leküzdött halálfélelmet. Szimpátia? Igen, igen. Hans Castorp szűk, civilizált mellében szimpátia élt az elemek iránt, és ez a rokon érzés összefüggött azzal az újfajta méltóság érzettel, amelynek a szánkázva, nyüzsgő népség láttán ébredt tudatára, és amely arra ösztökélte, hogy mélyebb és teljesebb, kevésbé szállodai és kevésbé kényelmes, méltóbb egyedül létet keressen, mint páholy erkéje magányát és nyugalmát. Amíg onnan szemlélte a ködbe borult magas hegységet, a hóvihar táncát, lelke mélyéig szégyenkezett, amiért komfortos biztonságából bámészkodik a mellvéden át. Ezért tanult meg sízni, nem sportőrületet, és nem is vele született testi hajlam vitte rá, ha félelmetesnek érezte is helyzetét. Ott, az óriások világában, a havas, halálos csendben, mert bizony annak érezte lévén a civilizáció gyermeke, nos, lelke szelleme éppen elég félelmeteset kóstolt már idefen. Egy-egy kolokvium naftával és szettembrinivel sem volt kevéssé félelmetes a maga módján. Épp úgy úttalan utakra, szertelen veszélyekbe vezetett, és ha mégis azt mondjuk, hogy Hans Castorpban szimpátia élt a nagy téli vadon iránt, ennek forrása az volt, hogy vallásos megilletődés ellenére is alkalmas színhelynek érezte gondolati komplexumai kibogozására, illő tartózkodási helynek olyas valaki számára, akire, anélkül, hogy igazából tudta volna, hogyan kerül hozzá, uralkodói gondok nehezednek, és a homo dei állapotán helyzetén töri a fejét. Itt nem volt őr, aki tülkén fújva figyelmeztette volna a veszélyre, ha ugyan nem tekintjük annak Settembrini urat, aki kezei tölcsérén állt, utána kiáltott a tova tűnő Hans Castorpnak. Hans Castorpban azonban bátorság és szimpátia lakozott, a háta mögött elhangzó kiáltásra ügyet sem vetett, mint ahogyan annak idején sem vetett ügyet, a húshagyó kedd éjszakáján bizonyos pillanatban mögötte elhangzó intelmekre, ejjej, ingenére, un po' di ragione, sa.
Mérnök úr, mérnök úr. Egy kicsit észszerűen, tudja, észszerűen. Ej, te pedagógus szatana. A Rajoniddal meg a Ribellióddal, gondolta magában. Egyébként azért szívlellek. Szeleveldi kintornás vagy ugyan, de szándékod tiszta. És jobb a szándékod, és jobban is szívellek, mint az éles kis jezsuitát és terroristát, a villámló szemüveges spanyol inkvizitort és a hohér legényt. Noha majdnem mindig neki van igaza. Sajnos, amikor vitatkoztok, amikor pedagógiai szempontból húzakodtok a szegény lelkemért. Istenem, a lelkemért, mint Isten és ördög a középkorban az emberért. Térdig hóporosan botorkált felfelé, holmi sápat hegyoldalban, melynek lepedő rétjei teraszosan, lépcsőzetesen emelkedtek egyre feljebb és feljebb, ki tudja tán hová. Úgy tetszett, sehová sem vezetnek. A felsőbb régióik egybeolvadtak az éggel, mely épp oly ködös fehér volt, mint a lejtő, és nem lehetett tudni, hol kezdődik. Nem látszott sem orom, sem gerincvonal. Hans Kastorp a ködös semmibe kapaszkodott fel, és mivel mögötte is hamarosan bezárult a világ, az ember lakta völgy eltűnt szem elől, és hang sem hatolt fel onnét, magányos őt, elveszettsége, mire észbe kapott, teljesebb volt, mint amilyet valaha is kívánt, valahogy ijesztően teljes, márpedig az ijedelem, a bátorság előfeltétele, préterit figura, huius mundi, mondta magában cseppet sem humanista szellemi latinsággal, mert ezt a szólást is naftától hallotta. Megállt, körülnézett, körös-körül semmi, mindenütt a semmi, csak egyes kis hópelyhek látszottak, amelyek a magasság fehéréből a talaj fehérségére hullottak, és csak hullottak, és a csend körös körül megrendítően semmit mondó volt. Hans Kastorp pillantása megtört a vakító, fehér ürességen, szíve pedig meggyorsult, erősen vert az emelkedéstől, erőteljesen működött ez az izomszer, melynek állatszerű alakját, sajátos dobogását annak idején megleste, talán bűnös módon megleste, az átvilágító kamra pattogó villámai közepette. Bizonyos fokig mégis meghatódott, együgyűen és áhítatosan megindította a szíve. Ez a magánosan dobogó emberi szív, egyes egyedül idefen, a jeges űrben, a maga kérdéseivel és a maga rejtélyeivel. Tovább baktatott feljebb az ég felé. Néha-néha síbottya felső végét belelökte a hóba, és elnézte, ahogy a lyuk mélyéből kék fény zúdul a bot után, amikor kihúzta. Ez elszórakoztatta egy kis, és hosszú ideig áldogált, csak áldogált, hogy újra meg újra kipróbálja a kis optikai jelenséget. Sajátosan finom és mélységes hegyi fény volt, zöldeskék, jegesen tiszta, és mégis árnyékos, és valahogy titokzatosan vonzó. Bizonyos szemek fényére, színére emlékeztette Hans Kastorpot. Sorshordozó, ferdemet césű szemekre, amelyeket Settembrini úr humanista álláspontjáról megvetően, csak egyszerűen tatár szemnek, meg sztyeppei farkas szemeknek szokott nevezni. Kora ifjúságában megismert, és sorsszerűen viszont látott szemekre, hippére és Klavdia sosár szemére. Szívesen
mondta halkan maga elé a némaságban. De vigyázz, el ne törd. Élet te viszi, tüsze. És egy dallamos hang a háta mögött, mintha józanságra intette volna. Jobbra tőle, kissé távolabb erdőködlött. Arra fordult, hogy transzcendens fehérség helyett földi cél legyen a szeme előtt, és egyszer csak gyors iramban megindult lefelé, anélkül, hogy lejtőt látott volna maga előtt. Annyira vakított a hó, hogy lehetetlenség volt fölismerni a terep alakulását. Hans Castorp tulajdonképpen semmit sem látott, minden összefolyt a szeme előtt. Váratlan akadályok emelgették, aztán átengedte magát a lejtőnek, anélkül, hogy a szeme a lejtés szögét meg tudta volna különböztetni. Az erdő, ahová törekedett, túl volt a szakadékon, melybe akaratlanul lesiklott. A szakadék laza, hóval borított alja, a hegység felé lejtett, ahogyan észrevette, mikor már egy ideje követte abba az irányba. Egyre lejjebb került. A meredek oldalfalak egyre magasabbra szöktek, és a horhó, mint egy mély út vezetett bele a hegységbe. Egy idő múlva léceinek orra ismét felfelé mutatott. A talaj emelkedett, és nem sokára már nem volt oldalfal, amelyen föl lehetett kapaszkodni. Hans Castorp úttalan útja ismét szabad fensíkon emelkedett az ég felé. Oldalt maga mögött és maga alatt látta a fenyvest, arra felé fordult, és gyors lesiklással elérte a hó alatt roskadozó fákat, amelyek ég alakban nyomultak a szabad rétegbe, a meredek lejtőn körbevesző erdőségek kifutóiként, ágaik alatt megpihent, majd elszívott egy cigarettát, és lelke mélyén szüntelenül nyomasztotta, idegesítette, szorongatta az a mélységes mély csend, ez a kalandos magány, és mégis büszke volt rá, hogy meghódította, és nagyon bátornak érezte magát abban a tudatban, hogy méltóságánál fogva joga van ehhez a környezethez. Délután 3 órára járt az idő. Hans Castorp nem sokkal ebéd után indult el otthonról, elmulasztván, a nagy fekvő kúra egy részét, meg az uzsonnát, azzal a szándékkal, hogy még sötétedés előtt visszatér. Jól esett a gondolat, hogy több óra hosszat bolyonghat a szabadban, a fenségben, nadrág zsebében egy kevés csokoládét vitt magával, mellénye zsebébe kis üveg portói bort dugott. A nap állása alig volt fölismerhető. Olyan sűrű ködfött el. Hátul a völgy kijárat a környékén, a hegyek sarkában, amely nem látszott oda, elsötétültek a fellegek, a gomolygás nőtt, és látszólag közeledett is. Havazásig érkezett, újabb havazás, a hiányukat pótlandó, sőt, hóvihar, annak rendje és módja szerint. A pici, nesztelen pejhek csak ugyan már bőségesebben hullottak a rétekre. Hans Castorp ekkor kilépett a fenyőfa alól, egy-két pejhet kabátja ujjára hullatott, és az amatőr kutató szemével vizsgálta. Alaktalan foszlánynak tetszett. De Hans Castorp már több ehhez hasonlót nézett meg kitűnő nagyítója alatt, és jól tudta, milyen finoman cizellált apró cifraságokból tevődik össze, égkövekből, érdemrend csillagokból, brilliáns csatokból. A legügyesebb ékszerész sem tudott volna ennél gazdagabbat, aprólékosabbat alkotni. Bizony,
Ez a könnyű, laza, púderes fehérség, amely tömegével súlyosodott a fenyvesre, ez borította a lankákat, és ez terült el a sílécei alatt. Ez mégiscsak más volt, mint a honi tengeri föveny, amelyre emlékeztette. Mert köztudomásúan nem kő meg kvarcszemekből állt, hanem milliárdnyi megmerevedés közben arányos változatosságban kristályosodó víz részecskéből. Igen, ám a szervetlen anyagnak részecské voltak ezek, amely az élő plazmát, a növényi és az emberi testet is duzzasztja, és a milliárdnyi varázscsillag nem emberi szemnek szánt, titkos és mikroszkópikus pompájában egyik példány sem volt azonos a másikkal, korlátlan feltalálókev nyilvánult itt meg, a mindig egyforma alapszkéma, az egyenlő oldalú és egyenlő szögű hatszög változataiban és lehelet finom cifrázataiban. De magában véve minden egyes hideg képződmény hibátlanul arányos volt, és jegesen szabályos. Igen, éppen ez volt benne a kísértetésies. Élet ellenes, és a szerves élettel szemben álló. Túlságosan szabályosak voltak a hópihék. Az életre szervezett anyag sohasem volt ennyire szabályos. Az élet irtózott a tökéletes pontosságtól, halált sejtett benne, a halál titkát, és Hans Castorp érteni vélte, hogy a régi korok pogány templom építői miért építették oszloprendjeiket titkon és szent szándékkal úgy, hogy kissé eltérjenek a teljes szimmetriától. Ellökte magát, talpain tovább csoszogott az erdő szélén, lesiklott a hegyoldal vastag hótakaróján a ködös semmibe, és hol emelkedve, hol süllyedve, céltalanul és kényelmesen futott tovább a holtvidéken, amely tágas és egyenetlen talajával, egyes sötéten kibukkanó, törpefenyő cserjékből álló száraz vegetációjával és puhán hullámzó szemhatárvonalával olyan feltűnően emlékeztetett a fövenyes dűnatájra. Hans Castor elégedetten bólintott, amikor megmegállva elgyönyörködött ebben a hasonlóságban, és égő arcát, tagjai remegését és izgalomból és kimerültségből összetevődő bódult, furcsa közérzetét is megadásra tűrte, mert minden emlékeztette a szintén felkorbácsoló és ugyanakkor álmosító anyagokkal átitatott tengeri levegő rokon hatására. Szárnyas függetlensége, szabad kószálása elég tétellel töltött el. Előtte nem volt út, amelyet követnie kell. Mögötte sincsen, amely úgy vinné vissza, ahogyan jött. Eleinte még tiltakozott itt-ott póznákkal, cövekkel, hójelzőkkel. De szent szándékkal hamarosan eltért a gyámolításuktól, mert a tülkös emberre emlékeztették, és valahogy méltatlanok voltak a nagy téli vadont átfogó, bensőséges kapcsolatával. Behavazott szikla domborulatok között kanyargott, hol jobbra, hol balra kitérve, a lejtő terült elébe, azután fensík, majd komoly hegyek, melyeknek puhán párnázott hasadékai, meg hágói rendkívül hozzáférhetőknek, hívogatónak látszottak. Igen, Hans Castorpot hívták, csábították a távoli tájak, a hegycsúcsok, az új meg új feltáruló magányok, és megkockáztatva, hogy elkésik, egyre beljebb hatolt a vad némaságba, a félelmetesbe, a semmiért sem jótállóba, mit sem törődve azzal, hogy idegessége, szorongása időközben valóságos félelemmé nőtt az ideje előtt elsötétült égláttára, mert az alkony már szürke fátyolként ereszkedett a tájra. Félelme egyben annak is tudatára ébresztette, hogy eddig, titokban egyenesen arra törekedett, hogy elveszítse tájékozódását, és elfelejtse
Merre van a völgy? Merre a telep? És ez valahogy teljes mértékben sikerült is, úgy, ahogyan kívánta. Egyébként azzal biztatta magát, hogy ha most azonnal megfordul, és állandóan lefelé siklik, hamarosan leér a völgybe. Ha talán távol is a Berghoftól. Túlságosan hamar. Korán érkezik majd. Nem használta ki a rendelkezésére álló időt. Ha ellenben a hóvihar utoléri, könnyen megtörténhet, hogy egy ideig egyáltalában nem talál haza. Emiatt azonban mégsem akart idő előtt hazaszökni, akárhogy szorongatta is félelme. Őszinte félelme az elemektől. Ez az elgondolás nem volt sportemberhez illő. Mert a sportember csak odáig merészkedik az elemekkel, amíg érzi, hogy ő az úr. A sportember óvatosan viselkedik. Ő az okosabb, aki enged. Ami azonban Hans Castorp lelkében végbe ment, az csak egyetlen szóval jellemezhető. Kihívás. És ha ez a szó megrovást fejez is ki, még akkor is, vagy kivált akkor, ha a vele megjelölt bűnös érzés ennyi őszinte félelemmel párosul, némi emberi beleérzéssel megérthető, hogy egy fiatal férfi lelke mélyén, ha évekig úgy élt, mint hősünk, sok minden felgyülemlik, vagy ahogyan Hans Castorp, a mérnök mondaná, sok minden akkumulálódik, ami egy napon, mint elemi erejű, ej, mit, mint elkeseredetten, türelmetlen, lesz, ami lesz, egy szóval, mint kihívás, és az okos elővigyázatosság megtagadása robban ki. Hans Castorp tehát csak azért is tovább siklott, hosszú papucsain, lefelé a lejtőn, és keresztül vágott a következő réten, ahol valamivel távolabb egy faház, szénapajta vagy pásztorkunyhó állott, födelén kőnehezékek. Átvágott tehát, és megindult fölfelé a következő hegyen, melynek háta fenyőborostás volt, és mögötte magas csúcsok tornyosultak ködösen. Az előtte magasló és egyes facsoportokkal tarkított fal meredek volt ugyan, de az ember rézsút jobbra tartva, mérséklet emelkedése félig megkerülhette, és mögéje jutva megláthatta, hogy mi következik. Hans Castorp tehát megindult erre a kutató útra, miután a pajtás legelő előtt még lesiklott egy jobbról balra lehulló és meglehetősen mély szakadékba. Éppen megindult újra felfelé a kaptatón, amikor, amint az várható volt, teljes erővel kitört a havazás meg a förgeteg. Egy szóval megérkezett a hóvihar, mely már jó ideje fenyegetett, ha ugyan beszélhetünk fenyegetésről vak és öntudatlan elemekkel kapcsolatban, amelyek a legkevésbé sem törekszenek arra, hogy megsemmisítsenek bennünket, mert ez viszonylag kedélyes volna, hanem iszonyatos módon mindegy nekik, ha mellesleg ez is megtörténik. Ohó, gondolta Hans Castorp, és megállt, amikor az első szénroham odaért hozzá, és felkavarta a sűrű havazást. Ez aztán a lehelet. Velőkig hatol. Valóban árdász fajtájú szél volt ez. A kemény hideg, majdnem 20 fok a fagypont alatt, csak akkor nem volt érezhető, és akkor tetszett kellemesnek, ha a párra szegény levegő csendesen, mozdulatlanul állt. Mint rendesen, de mihelyt a szél mozgatta meg, éles késekkel hasogatta az embert. Ha meg éppenséggel olyan vihar kerekedett, mint most, mert az először végig söprő szélroham csupán előfutár volt, akkor már 7 bunda sem lett volna elegendő hozzá, hogy az ember csontjait megvédje a jeges halálfélelemtől.
Hans Castor pedig nem viselt 7 bundát, csak egy gyapjú mellényt, s máskor ez teljesen elegendő, sőt, napsütésben még terhes is volt. A szél egyébként hátba és oldalba kapta, ezért kevéssé látszott ajánlatosnak, hogy megforduljon, és szemtől szembe fogadja. És mivel ez a megfontolás elvegyült, dacával és lelkének alapvető ej, mit hangulatával, kisé bolond fejjel egyre tovább ment, előre és újra csak előre, egyes különálló fenyők között, hogy megkerülje a hegyet, melynek meghódítására indult. Élvezetet nem lehet benne, mert semmit nem látott a pihék táncában, amelyek sűrűn kavarogva kitöltötték a teret, anélkül, hogy hullani látszottak volna. A minduntalan felfel támadó szél jeges, éles fájdalommal égette fülét, sőt megbénította a tagjait, és olyan érzéketlenné tette a kezét, hogy nem is tudta, fogja-e még a szöges végű botot, avagy sem. A hó pedig befújt gallérja alá, és leolvadt a hátán, vállára feküdt, és jobb oldalt végig beporozta. Úgy érezte, hóemberé merevedik, botját gémberedett kezében tartva, és ez a sok kellemetlenség még viszonylag kedvező körülmények között érte, mert ha megfordul, még sokkal rosszabb lesz minden. Pedig hát a hazajutás most már olyan nagy munkává nőtt, hogy habozás nélkül neki kell vágnia. Így hát megállt. Mérgesen vállat vont, és megfordította léceit. A szembe fújó szél azonnyomban elakasztotta a lélegzetét, ezért kénytelen kelletlen még egyszer elvégezte a lécek megfordításának kényelmetlen műveletét, hogy levegőhöz jusson, és elszántabban tudjon szembeszállni a közömbös ellenséggel. Fejét leszegve, lélegzését óvatosan szabályozva sikerült is ellenkező irányban megindulnia, noha elkészült a legrosszabbra, meglepte, milyen nehezen jut előre, aminek oka főleg az volt, hogy megvakította a förgeteg, és egyszerűen nem kapott levegő. Pillanatonként meg kellett állnia, egyrészt, hogy a szélnek hátat fordítva levegőhöz jusson, másrészt pedig, mert lehajtott fejjel fölfelé pislogva semmit, de semmit sem látott a fehérlő sötétségben, és óvakodnia kellett, nehogy nekirohanjon egy fának, vagy felbukjék valamely akadálya. A pelyhek tömegestől csapódtak arcába, elolvadtak rajta, hogy bőre megdermedt. A szájába repültek, hogy gyengén bizonyos ízzel elolvadtak, szemhéjának ütődtek, hogy szemhéja görcsösen lecsukódott. Elárasztották a szemét, és végül lehetetlené tették, hogy körülnézzen. Ami egyébként is hiába való lett volna, mert a látóteret elködösítette, a szemet elvakította a nagy-nagy fehérség, és a látást, mint érzékelést teljesen kikapcsolta. Hans Castor a semmibe, a fehér kavargó semmibe nézett, ha rákényszerítette magát, hogy nézzen. És a semmiben csak nagy ritkán bukkantak fel az érzékelhető világ kísértetésies árnyai, egy törpefenyő, egy facsoport, a pajta vagy a kunyó halvány sziluettje, amely mellett nemrég elhaladt. Elhagyta, és a legelőn át, ahol a pajta állt, kereste a hazafelé vezető utat. De hiszen út nem volt, és irányt tartani többé-kevésbé a Berghof irányába völgynek haladni. Így sokkal inkább szerencse dolga volt, semmit az értelemé.
mert az ember legfeljebb a kezét láthatta, ha a személyhez emelte. De már a síléce hegyét semmi esetre sem. És még ha jobban látott volna is, még mindig sok minden történt annak érdekében, hogy megnehezítse az előbbre jutást. A hó az arcába csapott, az orkán a szemébe fújt, lehetetlenítette, elvágta a lélegzést, a levegő beszívását épp úgy akadályozta, mint a kilehelését, és pillanatonként arra kényszerítette az embert, hogy félrefordulva a levegő után kapkodjon. Ilyen körülmények között ugyan kijuthatott volna előbbre, akár Hans Castorpról van szó, akár nála erősebbről. Az ember megállt, tátogott, pislogva sajtolta ki a vizet pilláik közül, leverte a hópáncélt, amely elől ráfagyott, és eszeveszett követelménynek érezte, hogy ilyen állapotban egyáltalán előbbre tudjon haladni. Hans Castorp mindazonáltal előbbre jutott, vagy helyesebben elmozdult helyéről. De hogy ez célszerű mozgás volt-e, helyes irányban való mozgás, és nem lett volna helyesebb ott maradni, ahol éppen volt, noha ez sem látszott éppenséggel tanácsosnak, azt nem tudhatta senki. Az elméleti valószínűség minden esetre ellene szólt, és Hans Castor a gyakorlatban is nem sokára úgy látta, mintha talajjal nem volna minden rendjén, mintha az, ami a lába alatt van, nem volna megfelelő, vagyis nem az a lapos fenség, amelyet a hasadékból felkapaszkodva nagy nehezen újra elért, és amelyen legelébb át kellett vergődnie. A síkrész túlságosan rövidnek tetszett, már megint kaptató következett. A délnyugatról, a völgyi nyílásból érkező szélvihar áldász ellennyomása nyilván eltérítette eredeti útirányából, igen, tévejgő előbbre haladásra fecsérelte erejét már jó ideje. Az örvénylő fehér éjszakában vakoskodva egyre mélyebben fúrta bele magát a közönyös, fenyegető elemekbe. Még ilyet? Dörmögte fogai közt és megállt. Nem fejezte ki magát fellengzősebben, noha egy pillanatig úgy érezte, jeges kéz markolja meg a szívét. És a szíve megvonaglott, és azután olyan gyorsan vert bordai között, mint akkor, amikor Radamantis fölfedezte tüdejében a puha gócot. De belátta, hogy nincsen joga nagy szavakra, meg széles gesztusokra, mert a kihívás az ő részéről történt, és így helyzetének kétséges és veszélyes volta is, az ő lelkén szárad, egyes egyedül. Nem rossz, mondotta még, és érezte, hogy arcvonásai, arcának kifejező izmai már nem engedelmeskednek akaratán. És semmit sem tudnak kifejezni, sem félelmet, sem dühöt, sem megvetést, mert megmerevedtek. Most mit tegyek? Egyáltalán most mit tegyek? Megyek itt Rézsút lefelé, mindig egyenest az orrom után, pontosan a szél ellen? Ezt ugyan könnyen mondani, mit megtenni. Folytatta zihálva, szaggatottam, de csak ugyan fennhangon, miközben újra megindult. Valaminek azonban történnie kell. Nem ülhetek le várni, mert lassan betakar a hatszögletű szimetria. És ha Szettemrini jön a tülkével, hogy utánam nézzen, no, akkor itt talál guggolva? Üvegszerűen? A fejemen félrebintett hósapka? Észrevette, hogy magában beszél, és méghozzá kisé furcsa dolgokat mond. Ezért rendbe utasítottam magát, de ezt ismét fennhangon tette. Sőt, nagyon nyomatékosan. Noha Ajka annyira megdermedt, hogy lemondott használatáról, és kihagyta az ajak segítségével képzett mással hangzókat. Ez életének egy korábbi helyzetére emlékeztette,
amikor ugyanilyen módon beszélt. Hallgass és igyekezzél, hogy minél előbb tovább juss innét, korholta magát, és hozzátette. Úgy látom, félre beszélsz. Nem vagy teljesen eszednél. Ez a nagy baj. Bizonyos szempontból. De hogy ez a továbbjutás a szempontjából baj, az csupán ellenőrző értelme állapította meg, valamennyire idegen, kívülálló, noha aggódó személy. Hans Castorp a maga részéről ösztönösen nagyon is hajlott rá, hogy átengedje magát a zavarnak, amely a növekvő kimerültséggel hatalmába akarta keríteni elméjét, azonban maga is észlelte ezt a hajlamát. És gondolatban megütközött rajt. Ez olyan ember módosult élményképessége, aki a hegyek közt hóviharba kerül, és nem talál haza. Gondolta küszködve, és gondolatai szaggatott foszlányait fennszóval kimondta, tapintatosan kerülve a pontosabb kifejezéseket. Aki utóbb hallja, szörnyűnek képzeli, de megfeledkezik róla, hogy a betegség, mert hiszen az én helyzetemben is valami a féle, a betegség úgy átszabja a maga emberét, hogy boldogulnak egymással a végén. Van itt mindenféle csökkent érzékelési képesség, meg kegyelmi narkózis. A természet könnyebbségi intézkedése, igenis. De küzdeni kell ellenük, mert két arcok, két értelműek. A legnagyobb mértékben, értékelésüknél minden a nézőponton múlik. Jó szándékúak és jó téteménynek tekinthetők, ha az ember nem akar hazaérkezni. Na de gonosz szándékúak és leküzdendők, ha egyáltalában még szó lehet hazaérkezésről, mint itt az én esetemben tudnélik, eszem ágába sincs, hogy a viharos, dobogó szívem egyedül itt maradjon, ebben a hóviharban, hogy ezzel az ostobán szabályos kristálytannal is itt eltemettessem magam. Csak ugyan erősen megviselt állapotban volt már, és érzékelése, kezdődő összezavarodása ellen is zavarosan, lázasan küzdött. No, nem ijedt meg úgy, ahogyan szabály szerint meg kellett volna ijednie, amikor észrevette, hogy már megint eltért az egyenes úttól. Ezúttal nyilván a másik oldalra, arra felé, amerre a fensík lejtett. Lesiklott ferde oldalszéllel, és nem szél ellen. Pedig ezt egyelőre nem lett volna szabad megtennie. De pillanatnyilag a legkényelmesebb volt. Nem baj. Nem baj, ugyan. Egyáltalán nem baj. Gondoltam. Majd odalent. Megint a helyes irányba fogok fordulni. Ezt meg is tette, vagy legalábbis azt hitte, hogy megtette. Ám bár talán maga sem hitte igazán. Vagy ami még rosszabb, lassan közömbössé vált a számára, hogy megtette vagy sem. Így hatottak rá a kétértelmű, kihagyásos rohamok, és már csak bágyattan küzdött ellenük. A fáradtság és az izgalom jól ismert vegyüléke. Olyan vendég állandó közérzete, akinek aklimatizálódása annak megszokásában áll, hogy nem szokja meg. Ez a vegyülék mindkét alkotó része tekintetében olyannyira fokozódott, hogy már szó sem lehetett megfontolt és tudatos védekezésről a kihagyásos rohamok ellen. Bódultan tántorgott, remegett a mámortól, meg a túlfűtöttségtől, olyas formán, mint egy-egy naftával meg szeptembrinével folytatott kollokvium után. Csak még valahogy sokkal erősebben.
Így történhetett, hogy az alélt kihagyások leküzdésében való renyhességét e kollokviumok bódult emlékfoszlányaival szépítette. És miközben megvetően lázongott a hatszögletű szimetria ellen, mely be akarná takarni, olyasféle értelmű vagy értelmetlenségű mondatokat mormolt maga elé, mint a kötelességérzet, mely arra ösztökéli, hogy gyanús égzékcsökkenések ellen küzdjön, nem egyéb puszta etikánál, azaz pocsék életpolgárságnál és istentelen filiszterkedésnél. A vágy, a kísértés, hogy lefeküdjék és pihenjen, olyan formában furakodott be öntudatába, hogy azt mondotta magának, olyan ez valahogy, mint a homokvihar a sivatagban. Az arabok pedig olyankor hasbánt a földre vetik magukat, és burnuszokat a fejükre húzzák. Ellenvetésnek csak éppen azt a körülményt tekintette, hogy egyáltalán nincsen burnusza. És az ember egy gyapjú mellé nemigen húzhat a fejére. Pedig hát nem volt már gyerek, és többféle forrásból eléggé pontosan tudta, hogy mi módon fagyhat meg az ember. Mérsékelt sebességű lesiklás és rövid ideig tartó sík talajon való gyaloglás után most megint fölfelé vitt az úttalan út, méghozzá nagyon is meredeken. Ez nem volt szükségszerűen téves, mert amíg visszajut a völgybe, itt-ott nyilván hegynek fel is kell haladnia, ami pedig a szelet életi nyilván szeszélyesen megfordult, mert újabban valahogy Hans Castorp hátába folyt, ami önmagába véve rendkívül örvendetes volt. Egyébként vajon a szél görnyeztette-e meg, vagy a derengő hófúvás fátyolozta, puha, fehér ferde felület vonzotta annyira testét, hogy szinte ráhajolt. Csak egy kissé kellene rádölnie, és ha elengedné magát, igen, ha elengedné magát, jaj, a kísértés nagy volt, olyan nagy, ahogyan a könyvek leírták. És a veszély tipikus formájaként jellemezték, ami azonban semmiképp sem kisebbítette a kísértés jelen való eleven erejét. Nem, a kísértés ragaszkodott egyéni jogaihoz. Sehogy sem akart beilleszkedni a közismertbe. Nem akarta magát benne fölismerni. Egyszerinek és hasonlíthatatlanul sürgetőnek mutatkozott. Anélkül persze, hogy letagadhatta volna, hogy kitől ered. Hogy egy bizonyos spanyol feketébe öltözött, hófehér, redőzött, fodor galléros lény sugalmazza, akinek eszméjéhez, elvi képzetéhez sok minden komor, s meccően jezsuita és ember ellenes fűződik, sőt, inkvizitorság és hóhérlegénység, mindaz, amitől Settembrini úr írtózik, mégis nevetségesé válik vele szemben a kintornájával, meg a Raggioniával. Ám Hans Castorp derekasan tartotta magát, és ellenállt a csábításnak, hogy ledőljön. Nem látott, de harcolt, és előbbre jutott. Akár célirányosan, akár nem, de minden esetre megtette a magáét, mozgatta a tagjait, bármennyire megnyűgözte is őket a fagyos vihar. Túlságosan meredekké vált a kaptató. Ezért aztán oldalt tért, anélkül, hogy ezen különösebben elgondolkozott volna, és egy ideig a hegyoldalban siklott rézsútosan. Dermed szemhéját fölemelni, és szétnézni olyan kipróbáltan hiába való erőfeszítésnek bizonyult, hogy nem látszott érdemesnek.
időnként mégis meglátott valamit, csoportosuló fenyőket. Egy-egy árkot vagy patakot, mely ráboruló havas partjai közt feketén vált el a tereptől. És amikor változatosságképpen megint lefelé siklott, egyúttal, egyébként a széllel szem közt, némi távolságban maga előtt, mint egy szabadon lebegve a förgeteg zilált fájtlaiban, egyszer csak emberi építmény körvonalait pillantotta meg. Ó, Isten adta vigasztaló látvány! Tehát derekosan véghez vitte, minden viszontasság ellenére, hogy most már íme, emberi építmények tűnnek föl, annak jelén, hogy közeledik a lakott völgy. Hát, ha emberekkel is találkozik. Hát, ha beléphet hozzájuk, vagy a födelük alá, biztonságban várja ki a fergeteg végét, és szükség esetén kísérőt, talán vezetőt is kap, ha időközben beesteledik. Megindult az alkonyodó viharban néha egészen eltűnő, kísérteties valami felé, szél ellen még egy erőpusztító kapaszkodót kellett leküzdenie, hogy odaérjen, és amikor megérkezett, ilyetten, elámulva, felháborodva és szédelegve tapasztalta, hogy az az építmény nem más, mint a jól ismert kunyhó, vagy tán szénapajta, kő nehezékes födelével. Hát igen, ezt hódította vissza, tömérdek varga betűvel, és fölöttébb derekas, igyekvéssel. Ördögi tréfa, igen, ördögi tréfa. Hans Castorp dermed szájából súlyos átkok szóródtak az ajak hangzó kihagyásával. Tájékozódásul körül tapogatta a kunyhót, és megállapította, hogy most hátulról ért vissza hozzá, tehát számítása szerint egy jó óra hosszat, teljességgel esztelenül, és hiába valóan fáradozott. De hát így történik ez mindig, így írják le a könyvek is. Az ember körbe-körbe szaladgál, meg küszködik, a cél irányosság reményével a szívében, és akkor végeredményében óriási, ostoba kört ír le, mely önmagába tér vissza akár csak az esztendő rejtélyes körforgása, így tévelyeg az ember, és nem talál haza. Végül Hans Castorp bizonyos kielégüléssel, noha ilyetten ismerte fel a hagyományos jelenséget, és akkor combjára csapott elkeseredésében és ámulatában, hogy az általános ilyen pontosan megvalósult az ő sajátos, egyéni, jelenvaló esetében. A magános pajta pedig hozzáférhetetlen volt. Ajtaja zárva, sehol sem lehetett bejutni. De Hans Castorp mégis elhatározta, hogy egy ideig ott marad, mert a kiugró rész bizonyos védettség illúzióját keltette. És maga a kunyhó a hegynek forduló oldalával, ahová Hans Castorp visszavonult, csak ugyan nyújtott is némi oltalmat a tomboló vihar ellen, ha az ember a gerendából ácsolt falnak vetette a vállát. Azért a vállát, mert a hátát nemigen vethette neki a hosszú síléceg miatt. Botját maga mellé szúrta a hóba, és úgy állt ott, ferdén a falnak dőlve, kezét zsebébe mélyeztette, gyapjú kabátkája gallériát feltűrte, külső lábát ellentámasznak használta,
és végül lehúnyta szemét, és bódult fejét a boronafalnak támasztotta, és csak nagy ritkán pislogott át a válla fölött a túlsó hegyoldalra, amely néha-néha halványan kibukkant a hó és kötfájtlap közül. Helyzette így viszonylag kényelmesnek volt mondható. Akár egész éjszaka is eláldogálok így, gondolta. Ha időről időre lábat váltok, úgy szólván a másik oldalamra fekszem, és közben persze néha mozgok is egy keveset, mert az elengedhetetlen. Ha kívül meggémberedtem is, belül azért meleget gyűjtöttem a sok testmozgásban. És a kiábrándulásom is valahogy csökken. Akkor talán ez az egész út, az igyekezetem mégsem volt teljesen hasztalan, ha felfordultam is, és a kunyhótól kunyhóig tévelyektem. Felfordultam. Ugyan, micsoda kifejezés ez? Hiszen ezt nem így használják, nem talál arra, ami velem történt. Hiszen önkényesen illesztettem ide, mert nem vagyok teljesen eszemnél. Felfordultam. Nem is ezt akartam mondani. Pedig hát ez a kifejezés a maga módján mégis eléggé kifejező szónak látszik. Még szerencse, hogy így bírom. Mert ez a galiba, ez a hógaliba, ez a gonosz galiba könnyen eltarthat, akár holnap reggelig is. És ha csak besötétedésig tart, már az is épp elég, mert éjszaka a felfordulás, a körbe megfordulás veszélye éppen olyan nagy, mint a hóviharban. Alig, hanem már öreg este van. Talán 6 órára járhat. Annyi időt eltöltöttem ezzel a körül és felfordulással? Hát hány óra van? Hány óra lehet? És megnézte az órát. Pedig érzéketlen, fagyott ujjaival nem volt könnyű kipányászni a zsebéből. Monogrammos, rugós fedelű arany órája élinken, kötelességtudon ketyegett a sivár magányban, valahogy olyas formán, mint a szíve, a megindító emberszív melkasa szerves melegében. Az óra pedig csak 16:30 mutatott. Mi az ördög, hiszen majdnem ennyi volt már akkor, amikor a vihar kitört. A bolyongásom tehát csak mindössze 15 órát tartott volna. Milyen furcsa, milyen hosszúra nyúlt az idő, gondolta. Úgy látszik, felfordulni hosszadalmas. De 17:00 vagy 17:30 mindenképpen be fog sötétedni, ezzel nem változtat már semmi. Vajon véget ér-e ideje korán, hogy további felfordulásban ne legyen részem? Na erre akár ihatnék is egy kis portóit, egy kortyot erősítésül. A dilettáns itókkát csupán csak azért dugta a zsebre, mert a Berghofban lapos flaskokban tartották készen létben és árulták a kirándulóknak. Noha természetesen nem olyan kirándulókra gondoltak, akik megengedhetetlen módon eltévednek a hegyek közt, a hóban meg a fagyban, és ilyen körülmények között várják az éjszakát. Kevésbé csökkent érzékekkel tudhatta volna, hogy a hazaérés szemszögéből nézve a portói jóformán a legkevésbé ajánlatos ital, amit csak fogyaszthat. Nyomban tudatára is ébredt ennek, mihelyt néhány kortyot ivott, mert a hatás erősen hasonlított ahhoz,
amelyet a Kulmbachi sörtett rá. Fenntartózkodás első napján, amikor léhán és felelőtlenül fecseget össze-vissza harszószokról meg egyebekről. Nagy megütközést keltve Settembrininél, Lodovicónál, a pedagógusnál. Pedig ő még a magukat elhagyó balondokat is józanságra fogja a puszta tekintetével. Hans Castor már szinte hallotta is tülke dallamos szavát a levegőn át, jeléül annak, hogy az ékes szóló nevelő gyors iramban közeledik, hogy sok gondot okozó neveltjét, az élet féltett gyermekét megszabadítsa bolond helyzetéből, és hazavezesse. Jaj, mindez természetesen merő badarság. Csak a Kulmbachi sörtől ered, amelyet tévedésből ivott. Mert először is. Settembrini úrnak nincs is tülke, csak kintornája, mely falában áll kövezeten, amelynek pergő dallamait humanista pillantásokkal kíséri a házak emeletei felé. Másodszor pedig az olasznak egyáltalán sejtelme sincsen arról, ami történik, mivel már nem lakik a Berghof szanatóriumban, hanem a jó öreg Lukacsek női szabónál, a vizes flaskós padlásszobácskában, nafta a sejmes cellája fölött. Meg aztán nincs is joga, sem lehetősége a beavatkozásra, épp oly kevésé, mint annak idején, farsang éjszakáján, amikor is Hans Castor épp olyan bolond és veszélyes helyzetben volt, visszaadván a beteg Klavdia sosának a ceruzáját, son crayon, Pribislav Hippe ceruzáját. Hogy állunk egyébként a helyzettel, amiben most van? Az tulajdonképpen nem is helyzet, hanem állapot, mert hiszen áll, és nem fekszik. Ez a szó fejezi ki konkrétan és igazából a tényeket, és nem csupán, egyáltalán nem csupán átvitt értelemben, mert helyzetnek a horizontális az, amely megilleti a fentiek társadalma sok éves tagjait. Elvégre is, épp eléggé megszokta már, hogy hóban, fagyban, a szabadban feküdjék, éjjel csak úgy, mint nappal. És már éppen le akart roskadni a hóba, amikor átvillant rajta a belátás, mint egy galléron ragadta, és függőlegesen tartotta, hogy ez az egész locsogó elmefuttatás a helyzetéről, meg az állapotjáról, csupán a Kulmbachi sörhatása, csupán személytelen és a könyvekben is tipikusnak és veszedelmesnek ecsetelt fekvési vagy alvási vágyából fakad. Ez akarja szofizmákkal, szójátékokkal egyszerűen elkábítani. Hibát követtünk el, vallotta meg önmagának. A portói bor nem a legmegfelelőbb ilyen alkalmakra, mert ettől a néhány kortyol is valahogy elnehezült a fejem. Lám, a mellemre horgad, és a gondolataim, hát a gondolataim zagyvaságokat fecsegnek, és ostobán élcelődnek. Nem szabad hinnem nekik. Nem csak az első gondolataim zagyvák, amelyek véletlenül eszembe jutnak, hanem a másodlagosak is, amelyekben az elsőket bírálom. Ez az igazán sajnálatos. Ha! Sonkrejon! Hogy jutott ez eszembe? Ez lehet férfi és nő is. Csak azért mondják ebben az esetben, hogy szon,
Mert a krejon szó, hímnemű szó, a többi pedig mind ostoba élsz. De miért is akadok fenn rajta? Holott sokkal sürgetőbb például az a tény, hogy a bal lábam, amelyre támaszkodom, feltűnően hasonlít valahogy Settembrini kintornájának falábára, amelyet a térdével lögdös maga előtt a kövezeten, amikor közelebb lép az ablak alá, és kitartja a básony kalapját, hogy a leányka fenn, az emeleten egyáltalán beledobjon valamit. És amellett személytelenül, de valóságosan húzz a kívánság, hogy lefeküdjem, igen, hogy lefeküdjem ide a hóba. Nem, itt csak egy valami segíthet, a mozgás. Mozognom kell. Büntetésül a kulmbachi sörén, meg azért, hogy egy kissé hajlékonyabbá tegyem a falábamat. Ekkor ellökte magát a vállával. De mihelyt elvált a pajta falától, és csak egyetlen lépést tett előre, a szél újra viharos erővel nekitámadt, mintha kaszával kaszabolna. És újra visszakergette a védő falhoz. Nyilván ez volt a számára rendelt tartózkodási hegy. Egyelőre ezzel kell beérni, noha annyit minden esetre megtehet, hogy a változatosság kedvéért megpróbál a bal vállával támaszkodni, és akkor a jobb lábára helyezi testsúlyát, a bal pedig egy kicsit majd lóbálja, hogy visszatérjen belé az élet. Ilyen időben okos ember nem hagyja el a házat, gondolta. A mérsékelt változatosság megengedhető, de semmi újítás. Nem szabad kikezdeni szélvész kisasszonnyal. Maradj nyugton, kérlek, maradj nyugton. Felőlem lógasd le a fejedet, ha már úgyis olyan nehéz. A fal pedig kellemes. Gerendából ácsolták. A gerendából, mintha valami melegségféle áradna. Már amennyire itt melegről egyáltalán szó lehet. A fa csekély fajhője, de talán az egész inkább csak hangulat kérdése, szubjektív. Ó, ez a sok szép fa. Ó, az élők eleven éghajlata! Istenem, micsoda illat! Park terült el alatta, az erkély alatt, amelyen nyilván árt. Tágas, buján zöldellő park, csupa lombos fa, szilfa, meg platán, bükk, juhar, nyír, meg annyi finoman árnyalt zöld szín a dús, teljes lombkoronák díszében, és lombjuk halkan susogott. Üde, párás, kellemes szellő fújdogált, a levegő balzsamos volt a fák leheletétől. Meleg zápor húzott el az égen, de az esőn át is sütött a fény. A levegőt magasan az égboltig fénylő permet töltötte be. Ó, jaj, de szép! Ó, holi lehelet, a síkföld rég nélkülözött illata és bujasága. A levegőben madár dalszált, édes és cifra, bensőséges flótázás, meg csicsergés, turbékolás, csattogás, zokogás. Noha egyetlen madárka sem látszott. Hans Castor pedig mosolygott, mélyen, hálásan föllélegzett. Eközben azonban még szebb lett minden. Oldalt szivárvány ívelt a táj fölé, teljes erőszínekkel, nedvesen,
ragyogva. Gyönyörűség a szemnek, egyszerűen gyönyörűség. Hétszíne sűrűn, olajosan csorgott le a sűrű fényes lombokra. Olyan volt ez, mint a zene, mint a hárfa pengés, a fuvola meg a hegedűzó, ha hozzávegyül. A kék és az ibolya különösen szépen ömlött. Minden elveszett benne, varázslatosan átváltozott, újonnan és finoman, és egyre szebben mondtakozott ki. Olyan volt, mint egyszer, sok-sok esztendővel azelőtt, amikor Hans Castorp abban a szerencsében részesült, hogy meghallgathatott egy világhírű énekest, egy olasz tenort, akinek torkából Isten áldott a művészet, és erő áradt az emberek szívébe. Kitartott egy magas hangot, és az a hang szép volt, nagyon szép, mindjárt az elején, de azután pillanatról pillanatra jobban kinyílt, duzzadva kitárult, egyre ragyogóbban világosodott meg szenvedélye szépségében. Egyik fátyol a másik után omlott le róla, noha azelőtt senki sem vette észre a fájtlakat. Egy utolsó, mely mégis a végső, a legtisztább fényt árasztott, legalábbis úgy hitte az ember, azután még egy legutolsó, és egy teljességgel valószínűtlen legeslegutolsó, de ez aztán a ragyogásnak és a könnyes gyönyörűségnek olyan túláradó terjét szabadította fel, hogy a tömegből szinte tiltakozásnak hangzó, tompa, elragadtatott nyögés tört fel. A fiatal Hans Castorp most már nem bírta visszafojtani zokogását. Így volt most is ezzel a tájjal, amely változott, kitárult egyre növekvő sugárzásban, kékség úszott a távolban, a fénylő esőfájtlak lehullottak, elébe tárult a tenger, déli tenger volt, mélységesen mély kék, ezüstös fények villództak rajta, gyönyörű öböl volt előtte, egyik oldalán párásan nyitott, a másikon egyre távolabb kéklő hegyláncok vették körül több sorban, a tengerben néhol szigetek voltak elszórva, melyeken pálmák magasodtak, vagy kicsiny fehér házak világítottak elő Ciprus-ligetekből. Jaj, elég, elég, elég! Nem is érdemelte, ki méltó erre a fényből, tiszta mély égből, verőfényes hullámhűvőségből összeálló üdvösségre. Hans Castorp tulajdonképpen sohasem látott ilyet, vagy hozzá hasonlót. Vakációs utazásain alig-alig ízlelte meg a dél szépségeit, csak a sápat, zordon tengert ismerte, azon csüngött gyerekes, nehézkes érzésekkel, de sohasem jutott el a földközi tengerre, vagy Nápolyba, Szicíliába, vagy talán Görögországba. Mégis valahogy furcsa mód visszaemlékezett rá. Igen, igen, csodálatos képpen viszontlátást ünnepelt. Igen, ilyen ez, pontosan ilyen. Kiáltotta benne valami, mintha nagy titokban önmaga előtt is rejtve. Mindigtől fogva szívében hordozta volna a verőfényes, kéklő boldogságot, amely most elébe tárult, és ez a mindig tág volt és végtelen, mint a nyílt tenger amott bal felől, ott, ahol az ég gyengéd ibolyaszínbe játszott, és úgy hajlott le reá. A szemhatár magasan volt, az öböl szintje a távolban emelkedni látszott, és ez onnét eredt, hogy Hans felülről nézett le rá, némi magasságból. A hegyek körül ölelték az öblöt,
Erdősen, bozótosan nyúltak ki a tengerbe, és a kilátás közepétől félkörben húzódtak addig, ahol Hans Castorp ült, és még annál is tovább, hegyes tengerparton ült, kuporgott, naphevítette kőlépcső, és előtte mohos kövek, sziklalépcsők ereszkedtek le, bozótosan a lapos partig, ahol kő görgeteg a nádas közt kéklő öblöcskéket, kicsiny kikötőket, előtengereket alkotott. És ez a napfényben fürdő táj, a könnyen hozzáférhető parti magaslatok, a nevető sziklamedencék, és maga a tenger is, ki a szigetekig, ahol csónakok siklottak ide-oda, mindez, ameddig a szem ellát, benépesült, emberek, a nap és a tenger gyermekei nyüzsögtek, pihentek mindenfelé, értelmes és derű szép fiatal lények, hogy öröm volt rájuk nézni. Ekkor Hans Castorp szíve kitárult, fájó szeretettel tárult ki láttukra. Ifjak táncoltatták lovukat, kötőféket fogva szaladtak, nyihogó, fejüket büszkén hátravető, ügető paripájuk mellett, hosszú kantáról rángatták az ágaskodókat, vagy pedig szőrén megülve a lovat, s mesztelen sarkukkal döfködve oldalát behajtották a tengerbe, miközben izmaik játszottak a napfényben, hátuk aranybarna bőre alatt, és kurjantásaik, amelyeket egymáshoz vagy állataikhoz intéztek, megmagyarázhatatlanul elbűvölték a lelket. Oly mélyen a száraz földben nyúló öbölnél, amelynek tiszta vizében úgy verődtek vissza a partok, mint egy hegyi tóban, leányok táncoltak. Egyikük, akinek konyba tűzött hajából, tarkójából különös báj sugárzott, lábát a talaj kis mélyedésében nyugtatva ült, pásztor furujáját fújta, és tekintetével ujjai játéka fölött társnőit kísérte, akik bő, hosszú köntösben, karjukat mosolyogva kiterjesztve, egyenként vagy párosával, halántékokat bájosan egymáshoz támasztva lépdeltek. A táncban a fuvolás lány hosszú fehér finom háta mögött pedig, mely karjai tartása következtében oldalt, előre gömbölyödött, még néhány társnője ült vagy állt, egymást átkarolva, csendesen beszélgetve és nézelődve. Távolabb fiatal legények a nyillövést gyakorolták. Barátságos, sőt, örvendetes látvány volt, ahogy az idősebbek tanítgatták a göndörfürtös, ügyetlen fiatalokat, a húr megfeszítésére, a vesző ráillesztésére együtt céloztak velük, és nevetve támogatták az ellenhatás erejétől hátra tántorodókat, amikor is a nyílvessző surrogva kirepült. Mások horgáztak, hasmánt feküdtek a parti lapos sziklákon, fél lábuk a levegőben billegett, és a tengerbe lógatták zsinegüket, fejüket élénk társalgásban a mellettük ülő felé fordítva. Aki hátra dőlve és kinyúlva jó messzire dobta vízbe csalétkét. Ismét mások azzal foglalkoztak, hogy egy magas szélű, árbócos, vitorlás csónakot húzva, tolva, neki feszülve a vízre bocsássanak. A hullámtörők közt gyerekek újjongtak, játszadoztak. Fiatal nő feküdt elnyúlva a földön, félkezével virágos ruháját húzta magasabbra mellén, a másikat pedig vágyva kapdosott a levegőbe egy leveles ágon csüngő gyümölcs után, amelyet a mögötte álló keskeny csípőjű ifjú játékosan elhúzott előle. Mások sziklamélyedésekben támaszkodtak, vagy fürdés előtt a víz szélén tétováztak, keresztbe tett kezükkel saját vállukat markolva,
a lábujjuk hegyével próbálgatva a hűs vizet. Párok andalogtak a parton, a leány füléhez hajolt annak szája, aki bizalmasan átkarolva vezette. Hosszú szőrű kecskék szökeltek sziklákról sziklákra, fiatal pásztor őrizte őket egyik kezét csípőjére, a másikat hosszú botjára támaszva ült egy magas szírt fokon, barna fürtjein, hátul felcsapott karimájú kiskala. Hiszen ez egyszerűen elbűvölő, gondolta Hans Castor szíve egész melegével. Ez igazán örvendetes és megnyerő. Ó, milyen csinosak, egészségesek, okosak, boldogok mindahányan. Igen, nem csak termetre szépek, hanem sugárzik belőlük az okosság és a szeretetre méltóság. Ez az, ami meghat, és valósággal beléjük szeretett. A szellem, a hang, amely lényük alapját teszi, amelyben egymással élnek és érintkeznek. Hans Castor ezzel a szívélyességet, a mindenkire egyaránt kiterjedő tapintatos udvariasságot akarta jellemezni, amellyel a nap emberek egymás közt érintkeztek. Lépten nyomor mosolygás alá rejtett, könnyed tiszteletet tanúsítottak egymás iránt szinte észrevétlenül, de mégis úgy, hogy meglátszott valamennyiükben egy és ugyanaz az elképzelés és eszmény él, meggyökeresedve, méltóság is volt ebben, sőt szigorúság, de derűsen feloldódva, csupán mint enyhe komolyság, értelmes jámbóság határozta meg és irányította minden cselekedetüket, ha volt is benne némi szertartásosság. Mert amott, kerek, mohos kövön, barna ruháját fél válláról leoldva, fiatal anya ült, és szoptatta gyermekét, és mindenki, aki elment mellette, bizonyos módon köszöntötte, és ebben a köszöntésben mindaz összesűrűsödött, amilyen napemberek általános magatartásában olyan kifejezően elhallgatódott. Az ifjak az anya felé fordulva gyorsan, könnyedén, ünnepélyesen keresztbe tették mellükön a karjukat, és mosolyogva meghajtották fejüket. A lányok pedig kissé pongyola tért hajlítást rögtönöztek, hasonlatosan a templom látogatóhoz, aki a főoltár előtt elhaladva könnyedén megalázkodik. Eközben azonban többször élénken, vidáman és meghitten biccentettek feléje, és Hans Castorpot végképp meghatotta, elragadta a szertartásos hódolatnak és szívélyes barátságnak ez a vegyüléke. És hozzá az ifjú anya lassú szelítsége, ahogyan fölnézett gyermekéről, és mosolygással viszonozta a hódolattevő köszöntését, miközben mutatóját mellére illesztve könnyítette meg a csöpségnek az ivást. Hans Castor nem győzött bennük gyönyörködni. Mégis azt kérdezte önmagától szorongva, vajon szabad-e bennük gyönyörködnie? Nem bűne, ha ő, az oda nem tartozó, aki méghozzá alantasnak, rúdnak, ormotlan csizmában botladozónak látta magát, meglesi ezt a verőfényes, szelíd boldogságot. Úgy tetszett azonban, hogy bízvást megteheti. Közvetlenül ülőhelye alatt egy szép fiú állt. Oldalt elválasztott dús haja homlokába, halántékára hullott, karját mellén keresztbe fonta, távol tartotta magát társaitól, no nem szomorúan, nem is dacosan, csak éppen nyugodtan félrehúzódva. Nos, ez a fiú meglátta Hans Castorpot, felnézett rá, majd tekintetét ide-oda jártatta a szemlélő meg a part a látványai között, mint egy meglesve leselkedését. Hirtelen azonban túlnézett rajta, elnézett mögötte a távolba,
és szigorú metszésű, félig még gyermekre szép arcából egyszer csak eltűnt a tapintatos, testvéries udvariasság, és a mindenkivel közös mosoly, anélkül, hogy szemöldökét összevonta volna, elkomolyodott, arca szinte kővé merett, kifürkészhetetlenné vált, elzárkózott, mint a halál, és Hans Castorp alig, hogy megnyugodott, elsápadt rettegésében, és rettegésébe talán valami határozatlan bal sejtelem is vegyült, mintha tudná, mit jelent ez a halálos elzárkózás. Hátra nézett ő is. Roppant oszlopok magaslottak mögötte, talapzat nélkül, hatalmas, henger alakú tömbökből fölépítve, hasadékaikban pedig mohasarjat, szentély kapujának oszlopai voltak, és a kapu középőt nyitott lépcsőzetén ült. Nehéz szívvel fölállt, oldalt lement a lépcsőn, behatolt a mély kapujáratba, keresztül haladt rajta, és egy küllapokkal kirakott út csak hamar újabb propilleionhoz vezetett. Ezen is átment. És most előtte volt a templom, zöldes szürke, viharvert kőtömegeivel meredek lépcsős talapzaton át, széles homloka, hatalmas, szinte zömök, felfelé vékonyodó oszlopokon nyugodott, melyekből itt-ott eltolódott és oldalt kiállt egy-egy hornyolt, hengeres tömb. Hans Castorp nagy fáradtsággal, kezét is segítségül véve és sóhajtozva, mert szíve egyre jobban elszorult, felkapaszkodott a magas lépcsőfokokon, és bejött az oszlopok erdejébe. Nagyon mély volt. Úgy járkált benne, mint bükkös törzsei között a sápadt tenger mellékén. Szánt szándékkal kerülte a közepét, és meg is próbált valahogy kitérni. De újra meg újra visszatért hozzá. És végül is, ahol az oszlop sorok széllyel váltak, szoborcsoportot pillantott meg. Két kőből faragott női alak volt a talapzaton, úgy tetszett, talán anya és leánya. Az egyik alak ült, ez volt az idősebb, méltóság teljesebb, kegyesnek és fenségesnek látszott, mint valami istennő, de csillagtalan, üres szeme fölött fájdalmasan húzódott fel a szemöldöke. Bőráncú tunika és felső ruha volt öltözéke, hullámos, tisztes matróna haját fátyol borította. A másik állt, és amaz anyásan átkarolta, kerekarca szűziesen leányos volt, karját, kezét köntöse redői közt rejtette. Ahogy Hans Castorp elnézte a szobrot, szíve még jobban elszorult. Sötét mélységekből valahogy bal sejtelmek szálltak fel benne. Alig merte megkerülni a szoborcsoportot, mégis rákényszerítette valami. Mögöttük végigment a következő kettős oszlopsoron, és elért a szentélykamra bronz ajtajáig. Itt várt, és szegény Hans majdnem összerogyott attól, amit megpillantott. Két félmeztelen, bozontos, hajzatú, szürke nő működött odabent szörnyűséges módon, lobogó, tüzes serpenyük felé hajolva. Újnyi csecsű boszorkány mellük hosszan lelógott. Egy kisgyermeket szaggattak szét a serpenyő fölött. Néma csendben vadul szaggatták darabokra a kezükkel. Hans Castorp
vértől csepegő szőke hajfürtöcskéket látott, és elnyelték a darabokat, a rugalmas csontok csak úgy ropogtak fertelmes szájukban, és ocsmány ajkukról csak úgy csorgott a vér. Erre Hans Castorpot jéghideg iszony dermesztette meg. Kezét szem elé akarta csapni, de nem tudta. Menekülni szeretett volna, de egyszerűen nem tudott. És a nők már észrevették iszonyatos foglalatosságuk közepette, véres öklüket rázták feléje, és hangtalanul, de durván, ocsmányul szidalmazták. Mégpedig Hans Castorp szülőföldjének népi tájszólásában. Rosszul lett, olyan rosszul, mint még soha életében. Kétségbe esetten igyekezett kitépni magát a helyéből, és ahogy elesett a háta mögött levő oszlop oldalánál, úgy ébredt a rémséges, suttogó hertyegés még fülébe csengett. És a jeges iszony még megdermesztette tagjait, és ott feküdt, a pajta oldalában a hóban, fél karjára dőlve, fejét feltámasztva, síléce, lába maga elé nyújtva. Tulajdonképpen nem is volt igazi fölébredés. Megkönnyebbülten pislogott, örült, hogy megszabadult a fertelmes némberektől, de egyébként nem igen tartott a számon, és meglehetősen mindegy is volt neki, hogy templomoszlop vagy szénapajta a tövében fekszik-e, és úgy szólván újra tovább álmodott. Na, nem képekben, hanem gondolatban, de azért nem kevésbé merészen és cikornyásan. Mindjárt gondoltam, hogy csak álom az egész, zagyválta magában. Édes és iszonyú álom. Voltaképp egész idő alatt tudtam, magamnak csináltam az egészet, a lombos parkot, meg a kellemes esőt, és a továbbit is mind, a szépet, meg a fertelmeset, igen, szinte előre tudtam, de hogyan lehetséges, hogy az ember mindezt tudja, és maga csinálja ilyen boldogságot és ennyi szorongást? Honnét vettem a gyönyörű szigetes öblöt és a szentét, ahová annak a magába vonuló kellemes ifjúnak a tekintete küldött. Az ember nem csak a maga lelkéből álmodik, hanem úgy is mondhatnám, névtelenül és közösen, még ha a maga módján is. A nagy lélek, melynek részecskéje vagy, olykor rajtad keresztül, a te módodon álmodik arról, amiről titokban mindig álmodik? Fiatalságról, reménységekről? Persze boldogságról is, meg békéről, és véres lakomáról is. Itt fekszem az oszlopom tövében, és még a testemben érzem álmom valóságos maradványait. A jeges dermesztő rémületet, a vér áldozattól és a szívbéli örömet is az előbbitől, amikor elgyönyörködtem a fehér emberiség boldogságában és szelid erkölcseiben. Állítom, hogy ez dukál nekem. Okiratilag biztosított jogom van hozzá, hogy itt feküdjem és e féléket álmodjam. Sokat tapasztaltam itt, a fentiek között, kicsapongás és józan értelem terén. Naftával és szettembrinivel veszélyes magasságokban fordultam fel és meg. Mindent tudok már az emberről. Megismertem már a húsát és a vérét. Visszaadtam a beteg Klavdia Pribislav Hippes ceruzáját is. De aki megismeri a testet, meg az életet, az a halált is megismeri, csak ugyan, csak hogy ez nem az egész, inkább csak a kezdet. Ha a pedagógus szemmel nézzük,
Hozzá kell még illeszteni a másik felét, az ellentétét, mert aki halál és betegség iránt érdeklődik, ezzel voltak éppen csak az élet iránt érdeklődését fejezi ki, amint az orvostudomány humanista oldala is bizonyítja, hiszen mindig olyan udvariasan latinul szól az élethez, meg a betegséghez. Csupán egyik árnyalata annak az egy és legfontosabb ügynek, amelyet most teljes szimpátiával nevén neveznek. Az élet féltett gyermekéről van szó, az emberről és az ember helyzetéről, állapotáról. Épp eleget tudok már róla, sokat tanultam itt, a fentiek közt. Magasra jutottam a síkföldön, olyan magasra, hogy majdnem kifulladtam, de innét az oszlopom tövéből elég jó áttekintésem van. Az ember állapotáról álmodtam udvarias, értelmes és kölcsönös tisztelettel teljes közösségekről, amelyeknek hátterében, a szentében, a szörnyű, véres áldozati lakoma zajlik. Vajon éppen azért olyan udvariasak, olyan kedvesek egymáshoz a napfiai, mert titokban, tudatában vannak ama szörnyűségeknek? Igazán finom és gáláns következtetés lenne. Velük tartok lelkemben, és nem naftával. Egyébként Settembrinivel sem. Mindketten csupán csak fecsegők. Az egyik az kéjenc és kaján, a másik pedig örökké csak az értelem tülkét fújja, csak fújja, és azt hiszi, hogy még a bolondokat is kijózaníthatja. Ez pedig már ízléstelen. Ez valahogy filiszterség és merő etika, talán vallástalanság is, annyi bizonyos. De a kis naftával sem tartok, a vallásával, ami nem egyéb, mint Isten és ördög, jó és rossz kacbujója. És csak arra jó, hogy az egyén fejest ugorjék bele, és misztikusan alámerüljön a mindenségbe. Na, a két pedagógus, az örökös vitájuk, ellentétük is csak gacbujó. Hogyan? Aztán zagyva, csatazaj. Senkit sem kábít el, akinek csak valamennyire is szabad a feje, és jámbor a szíve. Az arisztokrácia kérdése, az előkelőség, halál vagy élet, betegség és egészség, szellem és természet. Ellentmondások ezek? Azt kérdem, kérdések ezek? Nem kérdések. És az sem kérdés, hogy mennyire előkelők ezek a kérdések. A halál kicsapongása az élet, nélküle nem volna élet. És a közepén van a homo dei, igen, a homo dei állapota, a közepén kicsapongás és értelem között, ahogyan helyzete is középütt van, misztikus közösség és szeleverdi individualizmus között. Jól látom ezt én. Innét, az oszlopom tövéből. És ebben az állapotában az ember finoman, gálánsan és barátságosan, tiszteletteljesen érintkezzék a maga fajtájával, mert csak ő az előkelő, az ember. Igen, az ember. És nem az ellentétek. Az ember ura. Az ellentéteknek. Az ellentétek csak ő általa vannak. Következésképpen az ember előkelőbb náluk. Előkelőbb a halálnál, túlságosan előkelő a halálhoz. Ez elméjének szabadsága. Előkelőbb az életnél, túlságosan előkelő az élethez. Ez szívének jámborsága. Néni, hát rigmust faragtam. Álomverset az emberről. Ezt eszembe vésem. Jó leszek, nem engedem meg a halálnak, hogy uralkodjék gondolataimon. Mert ez a jóság és az ember szeretet. Egyéb semmi,
Nagy hatalmasság a halál is. Az ember leveszi a kalapját, és Lábújhegyen előre hajolva lépked a közelségébe. A rég volt méltóság teljes fodor gallériát viseli nyakában, és az ember is szigorú feketébe öltözik, mindig a tiszteletére. Az értelem pedig ostobán, nagyon is ostobán áll előtte, mert az értelem nem más, mint erény, a halál azonban szabadság, kicsapongás, formátlanság és kéj. Kéj, igen, kéj, mondja az álmom, és nem szerelem. Halál és szerelem, ez nagyon rossz rigmus, elcsépelt és hamis. A szerelem ellenáll a halálnak, csak a szerelem erősebb nála, nem az értelem. Csak a szerelem sugal jóságot, gondolatokat, és nem az értelem. A forma is csak szerelemből, szeretetből és jóságból fakad. Az értelmes, barátságos közösség a szép emberi együttélés formája és erkölcse, a véres lakoma csendes tudatában. Igen, így világos az álom, helyes az uralkodás, eszembevésem. Szívemben hűséget fogadok a halálnak, de nem felejtem el. És hogy a halálhoz, az elmúlthoz való hűség, csak kajánság, sötét kéj és ember ellenes gyűlölkedés, ha gondolkodásunkat és uralkodásunkat is meghatározza, mert az ember, a jóság és a szeretet nevében ne engedje beleszólni a halált gondolataiba. És ezzel fölébredek, mert megálmodtam, amit kellett, célhoz értem. Régóta kerestem már ezt a szót. Ott, ahol hippe megjelent, nekem, az erkélyem páholyában mindenütt, végül a keresés idehozott a havas hegységbe, most megtaláltam, álmom megmondta világosan, hogy egyszer és mindenkorra megjegyezzem, igen, elragad, és felhevít a lelkesedés, szívem erősen dobog, és tudja miért. Nem csupán testi okokból dobog, nem úgy, mint ahogy a hullának is nő még a körme, nem, nem, emberi módon dobog. És örömteli hangulat dobogtatja, ez aztán az itóka, ez az álombéli szó. Jobb, mint a portói, és jobb, mint a sör. Úgy tüzel ereimben, mint a szerelem és az élet, erőt ad hozzá, hogy kiragadjam magam az álmomból. Hiszen nagyon jól tudom, hogy nagy mértékben veszélyezteti ifjú léletemet. Fel, hát, nyisd ki a szemed, a te tagjaid ezek a lábak itt a hóban. Húzd be őket, és állj föl. Oda néz, milyen szép az idő. Kemény munka volt kiszabadulni a kötelékekből, amelyek átfonták és le akarták húzni, de az önmagukból kitermelt akarat erősebbnek bizonyult. Hans Castor felkönyökölt, erélyesen behúzta a térdét, felrántotta, feltámogatta, feltornázta magát, léceivel tapogatott a hóban, bordáit csapkodta, vállát rázogatta, és eközben izgatott, erőlködő pillantásokat vetett erre-arra, fel az égre, ahol sápat, kékség mutatkozott, fátyol, vékonyságú, szürkés-kék felhők között. A fájtlak lassan vonultak, és látni engedték a hold keskeny sarlóját. Kezdődő szürkület. Se vihar, se havazás. Átelemben a fenyőborostás hátú hegy tisztán teljesen látszott, és békésen pihent. Fele magasságig nyúlt fel az árnyék. Felső fele gyengéd rózsaszínű fényben világított.
Hát mi történt? Mi történt? Hol tart a világ? Reggel van? Éjszakán át feküdt a hóban, meg fagyás nélkül? Meghazudtolva a könyveket? Egyik tagja sem vagyott meg, egy sem tört le, csörömpölve, hogy ott szorgosan tappogott, és rázkódott, és csapkodta magát, miközben fejtöréssel próbálta megfejteni a helyzetet. Füle, keze, lábujjai meggémberedtek ugyan, de nem jobban, mint akárhányszor, a téli éjszakákon kint feküdt páholy erkélyé. Sikerült óráját kibányászni. Járt, nem állt meg, ahogy szokott, de este elfelejtette felhúzni. És 5 óránál is kevesebbet mutatott, sokkal, de sokkal kevesebbet. Még 12 vagy 13 perc hiányzott az 5 órához. Hiszen ez bámulatos, lehetséges, hogy mindössze 10 percig, vagy alig valamivel tovább feküdt itt a hóban, és ez alatt annyi boldogító és ijesztő látomást, annyi vakmerő gondolatot regelt magának, míg a hadszögletű tombolás épp hogy gyorsan elvonult, mint ahogyan jött. Ezek szerint elismerésre méltó szerencséje volt, mármint a hazatérés szemszögéből, mert álmodozása, képzelődése 2-szer is úgy fordult, hogy megélénkülve felriadt, egyszer borzadva, de másodszor már örömében. Úgy látszik, az élet a javát akarta, nagy mértékben téveigő féltett gyermekének. De akármint volt is, akár hajnal volt körülötte, akár délután, de kétségtelenül még mindig estébe hajló délután volt, sem a körülményekben, sem testi állapotában nem volt semmi, ami megakadályozta volna abban, hogy hazamenjen. Szaladt is, nagy stílűen szinte légvonalban siklott le a völgybe, és mire leért, már égtek a lámpák, noha útközben a napvilág, hó, visszaverte maradványai még teljesen elegendők voltak. A Bremen bűről jött le, a Mattenwald szélén, és 5:30-ra leért a faluba, beállította léceit a szatócshoz, megpihett Szetemrini úr padláskamrájában, és beszámolt a humanistának arról, hogy immáron a hóvihart is kitapasztalta. A humanista erre roppantul megijedt. Feje fölé dobta kezét, és ékes szólan korholta neveltje veszélyes könnyelműségét, és abban a minutában lángra lobbantotta a pöfögő spiritusforralót, hogy feketét főzzön kimerült vendégére. Azonban az erős kávé sem akadályozta meg abban, hogy Hans Castor a széken ülve el ne aludjék. 1 órával azután már a Berghof szanatórium végsőkig civilizált légköre vette körül becézőn. Vacsorán a hatalmas étvágya levett, amit álmodott elhalványulóban volt, amit gondolt már aznap este sem igen értett.